Az ellenzék függetlensége nem biztosított, dollár baloldal működik Magyarországon. A miniszterelnökséget vezető miniszter fogalmazott így a Kormányinfón, amikor a baloldal kampány finanszírozásáról kérdezték. Néhány hete beszélt arról Márki-Zay Péter, hogy több millió dollárt kaptak Amerikából. Gulyás Gergely szerint ez példátlan politikai botrány, a rendszerváltozás óta nem történt hasonló. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. 2 milliárd forint körüli összegből túlnyomó részben Amerikából kapott támogatásokból gazdálkodott a Mindenki Magyarországa mozgalom a választási kampányban, szólta el magát Márki-Zay Péter. A baloldal bukott miniszterelnök jelöltje példaként említette a Soros Györgyhöz köthető Action for Democracy nevű szervezetet, ahonnan érkezett pénz. Nem tudom, hogy érkezett-e, azt meg végképp nem, hogy kampányra. A baloldalt irányító Gyurcsány Ferenc többször is azt állította, a hatalmas összegről nem volt tudomása, pártja a DK pedig abból egy fillért sem kapott. Nyilvánvalóan nem mentek pártokhoz. Márki-Zay Péter később visszautasította a tiltott pártfinanszírozás vágyát, de felmerült, hogy a Karácsony Gergely által létrehozott 99 mozgalom egyesülethez is érkezhettek amerikai kampánypénzek, legalább 500 millió forint. Egy ideig ugyanis a főpolgármester szervezete is szerepelt a támogatotti listán. Főpolgármester úr, mikor fogja elszámolni azt az 500 milliót, amit a kampányra kapott? Viszontlátásra. Karácsony Gergely hárított, hiába kérdezték többször is az újságírók, nem válaszolt. A MediaWorks hírcentrumnak annyit viszont most elmondott a főpolgármester, hogy az ügy egyik központi szereplőitől, Korányi Dávidtól megválnak. Valószínűleg ezt a megbízatását valószínűleg meg fogjuk szüntetni. A New Yorkban élő Korányi Dávid az Action for Democracy magyar vezetője, aki nem mellesleg korábban Bajnai Gordon, most pedig Karácsony Gergely tanácsadója. Rajta keresztül érkezhettek a külföldi pénzek a baloldal kampányához. Indokolta a dollár baloldal elnevezés. Az ellenzék függetlensége nem biztosított, dollár baloldal működik Magyarországon, így reagált a miniszterelnökséget vezető miniszter az ügyre. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ez példátlan politikai botrány, a rendszerváltozás óta nem történt hasonló. A legaggasztóbb kérdés pedig az, hogy kinek és mit ígértek a támogatásért cserébe. Valóban igyekszik elterelni a figyelmet arról a botrányról, ami a tiltott jogállás és külföldi pártfinanszírozással kapcsolatos. Sose gondoltuk volna, hogy Magyarországon a baloldal az dollár baloldal lesz. Egy ilyen mértékű külföldi támogatás önmagában is felveti azt, hogy vajon mit ígértek ezért, és kinek állnak szolgálatában. Példátlan politikai botrány ez a rendszerváltoztatás óta. Soha meg sem kíséreltek hasonlót, nem hogy végrehajtották volna. A Fidesz kezdeményezte, hogy üljön össze az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága és vizsgálja ki az ügyet. A párt szerint törvénytelen, durva beavatkozási kísérlet történt a magyar választásba. Az M1 megkeresésére a Nemzeti Nyomozóiroda megerősítette, a baloldali kampánypénzekkel kapcsolatban sikkasztás és pénzmosás gyanújával nyomoznak.